srácok, itt Csani Channel a nyári szünetben is. Hol is hagytam abba? Jöjjön! Hogyha megvesz a tesó pranken a 100 000 megtekintés, akkor megmutatom, hogy a boldit hogy lögtem bele a Balatonba. Pa-pa-pa-pam! És megvan! Tehát akkor jöjjön, aminek jönnie kell! Az igaz, hogy a végén nem csak a boldi, hanem én is megszívtam. Nézzétek csak! Na, mert Boldi! Csani, legalább húzzál ki! Ne, ezt én se húztam meg! Apukám a legnagyobb Balatonrajongó, és nem szereti a szigyákat a vat. Képzeljétek, annyi szúnyog van, hogy meg lehet tőlük bolondulni. Mindenki panaszkodik, hogy a szúnyogoktól nem lehet nyaralni, de apukám megmutatta, hogy lehet őket legyőzni. Jöjjön egy kis csulageng! Ne így! Ez így könnyű, hanem maszk nélkül! Apa után anya következett. Nem hagyott rendesen kockulni, ezért ki kellett eszelnem valamit. Csani, indulás kifelé! Azért jöttünk rá a Balcsira, hogy egész nap a házba legyen. Nézd, milyen szépen süt a nap. Oké. Jaj, szegénykem, hogy leégtél? Indulás, menj a szobádba gyorsan. Estig már nem kell kijönnöd, foglald el magad valamivel kicsit. Ha akarjátok látni a tesókkal a közös pranket, akkor lájkoljátok ezt a videót, és iratkozzatok föl a csatornámra. Mindenki azt kérdezi, hogy szabad-e 7 évesen videózni, de én 4 évesen kezdtem. 4 évesen! Akkor is már hülyére szivattuk egymást, most megmutatom a legjobb balcsis tesók prankeket. Tudjátok, hogy a Benny sokat szerepelt a középsuliba, és az egyik forgatáson nagyon meg is viccelték. Szegény azt hitte, hogy a Bea fogja lekenni a hátát, de ő közben cserélt a Manóval. Benny, nem lennék a helyedbe. Figyeljétek a hátam mögött ezt a lámpát, mert ha nem mondok igazat, egyből elkezd világítani. Ugye tudjátok, hogy nem szabad a Balatonba pisilni, mert égés is, és el is színeződik a víz. Nem, ez tényleg így van. Én se pisiltem még sose bele. Na jó, ha nem hiszitek, akkor ezt nézzétek. Ott a WC, nem itt. Mi ez itt körülöttünk? Hú, milyen színű a víz! Ezek belepisiltek! Fúj! A Benny elaludt a napon, és végre visszaadtunk neki minden szemétséget, amit velünk csinált. Cumi a szájba, és egy szép arcocska a mellkasán. Jól kivartunk, gyerek! Képzeljétek, a Benny becsajozott volna! Ha én nem szivattam volna, jól meg. Megismerkedett egy lányjal, elhívta sétálni a parton, és én akkor akcióba léptem. A csaj azt hitte, hogy a Benny csapott rá a fenekére, és ezért nagyon megharagudott rá. Bennikém, kölcsönkenyér visszajár. Itt mögöttem nagyon durva dolgok történtek pár éve. Lazultunk a függőágyba, a Bold kért egy jó hideg ücsit, és meg is kapta a sokszorosát. Ezennel kihívom ma a tesókat egy prank versenyre. Srácok, elfogadjátok a kihívást? Akkor találkozunk a Balatonon, és indulhat a csata! Na, megyek is Bennyvel és Boldival készülni.
addig is legyetek rosszak. Sziasztok, Cipzár, Lezár, Gyuty.